Szekszárdon ugyanúgy, mint az előző országgyűlési választáskor, most is 39 szavazókörben lehet majd voksolni április 3-án. A Tolnai megyeszéken körülbelül 25 ezeren szerepelnek idén a névjegyzékben. Ők reggel 6 és délután 6 óra között járulhatnak az urnák elé. Szükség van egy fényképes igazolványra, személyigazolvány, jogosítvány vagy útlevél, valamint ezen kívül még a lakcímkártyára is, hogy a személyi számunk is meglegyen. Voksolni ezúttal is egy függönnyel elválasztott fülkében lehet, miután a választók igazolták a személyazonosságukat. Fontos, hogy a lapon a jelölt neve mellett két egymás metsző vonalnak kell szerepelni, a voksolás így lesz érvényes. A Tolnai megyeszéken 9-en vettek fel a jelöltállításhoz szükséges ajánlóíveket. Valamennyien vissza is vitték határidőre, azonban 3-an nem gyűjtöttek össze elég voksot, így a napokban véglegesített egyéni szavazólapokra 6-an kerültek fel, a sorrend sorsolás alapján dőlt el. Az egyéni jelöltek esetében 6 személy közül tud választani a szavazó. Ezen kívül még kap egy pártlistát, vagy egy nemzetiségi listát, attól függ, hogy nemzetiségnek vallja magát, vagy sem. Valamint még ezen kívül a Szavazószámláló Bizottságtól kapni fog egy népszavazásos szavazólapot is, ha kéri. Ha valakinek ideiglenes lakcíme van, akkor az állandó tartózkodási helyének választási irodáján előzetesen jeleznie kell, hogy hol akar majd voksolni. Az idei választásokon tehát mindenki 3 szavazólapon adhatja le voksait április 3-án. Ezek közül egy a gyermekvédelmi népszavazás lesz. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint egyébként Magyarországon valamivel több mint 8.221.000-re járulhatnak az urnák elé.